Nem kis büszkeséggel zárták le a tanévet a Makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskolában a múlt héten. A pénteki tanévzárón ugyanis a 11. osztályos Moravszki Bencét hősi helytállásáért avatták tiszteletbeli tűzoltóvá. Bence nemrégiben egy haldokló ember életét mentette meg, amikor iskolába menet a Vertán telepen vette észre, hogy egy ember a földön fekszik. A hősies fiú így emlékszik vissza a történtekre. Mindenre pontosan emlékszem, percre, meg mindenre pontosan. Úgyhogy reggel indultam iskolába, és ugye reggel volt még, meg minden. És ugye mentem suliba, benéztem a Kereszt utcába, megszokásból, és akkor láttam, hogy ott valaki fekszik. Reggel volt, még nem nagyon vettem ki, hogy pontosan kicsoda vagy micsoda, és akkor utána, amikor meg messze is volt, mikor utána láttam, hogy Uram, Atyám, az egy ember. Akkor azonnal rohantam oda. Közben rohantam oda, már elkezdődött az újraélesztéség, a szakszerűtlenül, de a szándék az nagyon fontos, az megvolt. Odaértem, akkor mondták, hogy mi történt, hogy összeesett ez magam. Elkezdtem a betegvizsgálatot, először is pulzus légzés vizsgálat. 4 másodpercig volt pulzus, és utána semmi. Tehát mondhatjuk, hogy meghalt. Aztán ugye 10 másodpercig szoktuk, és utána 4 másodpercig volt, aztán nem. Egyből az átjárató légutakat biztosítottam, hogy ne fulladjon meg, és utána elkezdtük az újraélesztést, és tényleg aztán jöttek a betegszállítók, eljutottunk egy párig, tehát hogy többes számon beszélek, mert azért tényleg egy csapatmunka volt, és eljutottunk párig, aztán jöttek a betegszállítók totálisan átvették az egész újraélesztést, tehát nekem akkor ott dolgom nem volt, vártam a mentőket, mentők megérkeztek, ők stabilizálták a bácsi állapotát, magához tért, mentőbe rakták, aztán viszont elvitték. Másnap meglátogathattam az intenzíven, behívtak hozzá, hogy bemutassanak, hogy én is lássam, hogy tényleg kiről is van szó, és nem győzött hálálkodni Zoli bácsi, tehát hogy tényleg... És én sem tudtam igazából mit szólni, tehát, hogy még annyira hatás alatt voltam, még igazából most is, tehát, hogy nem nehezen tudom felfogni azt, hogy pontosan mi is történt, tehát, hogy egy ember életet megmenteni, ez azért nem kis dolog, én úgy gondolom, de sikerült. És ugye ez hatalmas nagy csapatmunka volt, tehát, hogyha nem értesítik időben a mentőket, vagy nem kezdik el időben, vagy én pont nem vagyok ott, akkor lehet, hogy nem így sikerült volna. Bencét a tanévzárón avatták tiszteletbeli tűzoltóvá hősies cselekedetéért, majd a makói tűzoltóságnál kisebb ünnepséget is szerveztek a tiszteletére. A statisztikák szerint nem sűrűn fordul elő, hogy egy fiatal ember mentsen életet, ezért is járt nagy elismerés Moravszki Bencének. Úgy gondolom, hogy nem mindennapos a dolog az, hogy egy fiatal férfi, aki iskolába menet, az tanultak alapján képes egy emberi életet megmenteni. Erről tettem egy jelentést az előjáromnak, és dr. Bakonyi György tűzoltó altábornagy úr, az Országos Katasztrófa Érvény Főigazgató úgy döntött, hogy tiszteletbeli tűzoltóvá fogadja Bencét. Ezt más körülmények között gondolom nem illik átadni, mint egy évzárón, ahol a társa is hallhatják, láthatják, és mi gratulálhatunk Bencének. Az érettségi előtt álló fiú komoly tervekkel néz a jövő elé, méghozzá nem is akármilyen területen képzeli el magát. Tűzoltóság. Tehát, mint vonulós tűzoltó, úgy. Így gondolom el a jövőmet. Máshogy igazából nem is tudnám. Mert úgy szeretnék dolgozni, tehát ott akarok lenni, ahol baj van, ahol segíteni kell. És ezt úgy szeretném, mint tűzoltó. Tehát látom benne azt a kihívást, azt a nehézséget, hogy tényleg ide nehéz is bekerülni, meg maga a szakma is elég nehéz. Tehát, hogy 40 fokba is kimenni tüzet oltani, meg -10-be is kimenni menteni, az azért nagy feladat. Tehát minden elismerésem a tűzoltóké.